Nő a minimálbér, emelkedik a nyugdíj, január 1-én több változás is életbe lép. A malac kitúrja, a csirke elkaparja a szerencsét, a babonák ma is élnek. Veszélyes és illegális, tavaly is több balesetet okozott a petárdázás. Ez a Miskolc, ma jó estét kívánok, 2022. december 30-a péntek, 18 óra van, jönnek a részletek. 16%-kal nő a minimálbér összege, emelkednek a nyugdíjak és adómentességet kapnak a 30 év alatti anyák január 1-től. Jövő évtől drágul az autópálya matrica ára, és változások várhatóak a szépkártya felhasználásában. Miskolcon 600 parkolóhely válik fizetőssé, az MVK ZRT jegyárai 20%-kal nőnek. 2023-ban több változás lép érvénybe, összegyűjtöttük a legfontosabbakat. 2023. januárjától módosul az élet, az év első napjával több jogszabálymódosítás is érvénybe lép. Fontos változás, hogy jövőre 232.000 forint lesz a bruttó minimálbér. Ez egy 16%-os emelést jelent, a garantált bérminimum pedig 14%-kal nő, ami bruttó 296.000 forint. A nyugdíjak is emelkednek. A törvény szerint minden év januárjában a várható infláció mértékével kell emelni a nyugdíjakat. Ez most 15% lesz. A kormányrendelet néhány további ellátás összegéről is rendelkezett. Így a rokkantsági járadék havi összege 53.880 forintra emelkedik a következő évtől. A kormány 2023-tól kiterjeszti az SZIA mentességet. Azoknak a nőknek, akik 30 éves kor alatt vállalnak gyermeket, jövő évtől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ahogy a családi adókedvezmény, úgy az SZIA mentesség is érvényesíthető a saját és az örökbefogadott gyermekek után is. A kormány számításai szerint több tízezer jövedelemmel rendelkező édesanya élhet majd a lehetőséggel. Átlagosan 20%-os tarifaemelés lesz január 1-től az MVK ZRT-nél, így a tanuló nyugdíjas hóközi kombinált bérlet 4.950 forint lesz, az általános kombinált bérlet pedig 9.400 forint. Emellett új jegytípusokat is bevezet a közlekedési vállalat. Miskolc belvárosában csaknem 600 parkolóhely válik fizetőssé január 1-től. Az új díjköteles parkolóhelyek a sárga zónába tartoznak majd, azaz óránként 260 forintot kell fizetni az ott várakozó autósoknak. Ilyen lesz a Sarolta és a Soltész-Nagy Kálmán utcák közötti szakasz, Selyemrét és a Vörösmarty lakótelep egy része és a 10-es Honvéd, valamint a Malomszög utcák környéke. Jövőre ismét drágul az autópálya matricák ára. A legrosszabbul a teherautósok és az alkalmi felhasználók járnak majd. Ezzel szemben személyautóra a megyei és az éves országos matricák ára alig emelkedik, mindössze 5%-kal. Összeadódnak a szépkártyára feltöltött összegek januártól. Az alszámlák megszüntetését szabályozó rendelet már megjelent a magyar közlönyben. A korábbi szálláshely, vendéglátás és szabadidő zsebek összevonása mintegy 2,5 millió kártya felhasználót és csaknem 50.000 hazai turisztikai szolgáltatót érint pozitívan. A Magyar Turisztikai Ügynökség által véleményezett módosításnak köszönhetően várhatóan tovább nő a kártya népszerűsége, hiszen mind a kártya tulajdonosok, mind az elfogadó helyek, vállalkozások számára könnyítést és támogatást jelent a szankciós válságban, áll a közleményben. Szilveszterkor és új évkor egy átlagos hétvégénél jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak a menetrendváltozásról. Érdemes a menetjegyek megvásárlásáról és időben gondoskodni, biztosítva a helyet az utazásra. A pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében a menetjegy elővételben online és mobilon is kényelmesen megváltható. A MÁV Volán csoporthoz tartozó közlekedési társaságok az ünnepekhez igazították a járatok közlekedési rendjét. Szilveszterhez és az új év első napjához is számos babona és hiedelem kötődik. Vannak, akik fogadalmakat tesznek, mások január 1-én nem végeznek házi munkát, de olyan is akad, aki a hagyományos szilveszteri ételekkel próbálja elérni, hogy gazdag, szerencsés, egészséges és boldog legyen az új évben.
A szilveszter hosszú idő óta nagy figyelmet kap. Számos babona kapcsolódik hozzá. Az új évet a hagyományok szerint zajosan, nagy lármát keltve kell búcsúztatni, hogy az ártó szellemek és a bajok eltűnjenek. Miskolcon is már napok óta javában tart a vásár, ahol a bulihoz illő kellékeket beszerezhetik a vásárlók. Ezek a fajták a gyerekeknek egy kicsit ijesztőbb, ezért a felnőttek jobban viszik. Hangos dudák, maszkok és színes parókák. Továbbra is ezek a szilveszter jellegzetes kellékei. A vásárlási szokások a korábbi évekhez képest azonban változtak. A mostani évben az a tapasztalatunk, hogy inkább az olcsóbb termékekre van kereslet, a vevők inkább azokat, mindenből a kisebbeket, az olcsóbbakat viszik jobban, kismalacokat új évre, az állarcoknak még annyira most nem jött el az ideje. A babonák azonban nem csak a mulatsággal, hanem az ételekkel is összefüggésben vannak. A lencséket rendezi a boltban az eladó. Ez az az étel, ami új év alkalmából szinte minden családban az asztalra kerül, ugyanis úgy tartják, meghozza a pénzt és a szerencsét. Van, aki azt mondja, hogy a lencse az csak apró pénz, tehát helyette lehet babot, babsalátát, én most babsalátát, hagymás babsalátát készítek, francia salátát, krumpli salátát, lesz töltött dagadó, pasírt, meg éjfél korbírsli. Hosszú sorok a hentes pultnál. Még valamit szabad? A disznóhús és az abból készült virsli a hiedelmek szerint az új évre bőséget, gazdagságot és egészséget hoz mindenki számára, így az is sűrűn kerül ilyenkor az asztalra. A babona úgy tartja, hogy a malac orrával kitúrja a szerencsét a földből. Most vettem pontosan a jubeles virslit. Ez a jó, én szerintem, biztos mások szerint is ez a jó. Ezt fogjuk enni. Meg húsleves lesz új évkor. A hagyományok szerint elsőin kell a legtudatosabban cselekedni és étkezni. A fogadalmak mellett vannak, akik az új év első napján nem takarítanak, nem mosnak, és még a szemetet sem viszik ki, mert ezek a munkák a hiedelmek szerint elviszik a szerencsét a háztól. A pirotechnikai eszköz nem játék. Petárdázni például évek óta tilos, még szilveszterkor is, és hiába jár érte 150 ezer forintos bírság, mégis évről évre sokan búcsúztatják az új évet petárdázással. Tavaly az illegálisan felhasznált üzijátékok és petárdák egy súlyos, illetve öt könnyű sérüléssel járó balesetet okoztak. A rendőrség korábban készített videója is ezeknek az eszközöknek a veszélyeire hívja fel a figyelmet. A legálisan beszerzett tűzijátékokat is kizárólag december 31-én este 6-tól január 1-én reggel 6 óráig szabad felhasználni. Miskolci sportsikerekben gazdag év volt 2022. Rövid pihenő után pedig újult lendülettel vág neki a következő évnek a város szinte valamennyi sportcsapata. Minden érintett szereplőről elmondható, hogy sok fiatallal a soraikban teljesítik a jelenlegi zajló szezont, ami szép sikereket hozhat az új esztendőben. Fennállásuk talán legnagyobb kihívásokkal tarkított szezonját teljesítik a DVTK kosárlabdázói. Ugyanis a bajnokság, a Magyar Kupa mellett az Euroligában is szerepel a miskolci együttes. A bajnokságban eddig végig az élmezőnyben volt jegyezhető Völgyi Péter edző csapata, akik azt is tökéletesen ellensúlyozták hozzáállásukkal, csapategységükkel, felkészültségükkel, hogy bizony nem a Diós Győri a leghosszabb kispad. Az eddig sem könnyű 2022-23-as szezonban most egy elképesztően sűrű és nehéz időszak vár majd a csapatra, hiszen január 5-e és február 3-a között 5 Euroliga és 5 bajnoki találkozó lesz a menetrend. Ezek során az Euroliga csoport és a bajnokság élmezőnyével mérkőznek majd Kányási Veronikáék. Bár a hazai bázisú jégkorong liga alapszakasza február 5-én ér majd véget, és a szezon igazán éles mérkőzései, a rájátszás időszaka csak majd ezek után kezdődik, az minden esetre már most kijelenthető, hogy talán a vártnál is jobban szerepel a DVTK jegesmedvék. Ez pedig azért is töltheti el örömmel, elégedettséggel a szakvezetőket és a klubvezetést, mert kezd kamatozni a részben kényszerűségből végrehajtott komoly léptékű fiatalítás.
Így őrzik hosszú fordulók óta dobogós pozíciójukat a jegesmedvék, méghozzá úgy, hogy a hazai évzáró mérkőzésen 12 saját nevelésű játékos szerepeltettek. Az eddigi jó alapszakasz produkció pedig a rájátszás során is szeretné folytatni a csapat. 2022-ben ünnepeltett 10. évfordulóját a Miskolci Vízilabda Klub. A különleges szezonnak szintén jelentős fiatalításokkal vágott neki a Vidumanszky László vezetőedző irányításával szereplő gárda. Mind a hazai vonalon, mind pedig a légiósok terén komoly szempont volt, hogy fiatal, ambíciózus játékosokkal kössön szerződést a klub. A szezonrajt előtt megfogalmazott célkitűzést, vagyis az első 8 közé kerülést igyekszik megvalósítani a csapat, de ez a magyar póló élvonalában sosem volt egyszerű, így most sem lesz az. A Miskolci Vízilabda Klub a 10. helyről várja a január 14-én újrainduló bajnokságot, amit majd a BVSC otthonában teljesít a csapat. A csalódást keltő legutóbbi szezon után jelentős változásokat követően kicserélődött játékos kerettel és szakmai stábbal az MB2-es tabella tetején telelhet a DVTK labdarúgó csapata. A vezetőedzői posztot több mint 3 hónapja elfoglaló Kuznyecov Szergej irányításával tulajdonképpen egy új diósgyőr épült, és a változások azért is szembetűnőek, mert 4 pontos előnnyel és eddig a legkiegyensúlyozottabb teljesítmény nyújtva teljesítették a piros-fehérek a 19 őszi fordulót, illetve a tavaszról előrehozott egy játéknapot is. Bár a tavasz mindig nehezebb, mint az odáig vezető út, de mindentektől függetlenül a piros-fehérek célja feljutást érő helyen végezni, hogy a következő 2023-24-es bajnokságot már újra az élvonalban kezdhesse meg a DVTK labdarúgó csapata. Megszűnt a benzinás stop, elkészült az Y-híd, miközben megérkezett a Mikulás, és az ünnepek közelettével tucatnyi adomány átadó esemény is megvalósult. Elérkeztünk az év utolsó hónapjához, a mai visszatekintőben 2022. decemberének legfontosabb eseményeit foglaljuk össze. A kifizetetlen közüzemi számlák rendezésére kapott 230 millió forint támogatást Miskolc. A pályázati úton elnyerhető támogatás célja a település működőképességének megőrzése, vagy egyéb a feladatok ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása. Miskolc polgármestere elmondta, az önkormányzat eredetileg 530 millió forintra pályázott. A döntéseket a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium közösen hozta meg. Újra diák polgármestert választottak Miskolcon. Hudák Lilla után Lőrinci Dávid Bence, a Kós Károly Építőipari Technikum tanulója képviselheti a város fiatalságát, akinek a munkáját a diák önkormányzat segíti majd. A fiatal polgármester először fel szeretné mérni diáktársai igényeit, majd annak megfelelően szólalna fel értük. Megérkezett a nagyszakálú a kórházba is, mégpedig az ablakon keresztül. Emelőkosáron tűzoltók segítségével mászott be az intézmény ágyhoz kötött legkisebb betegeihez a Mikulás. A katasztrófa védelem, a kórház és a Szuperszum alapítvány közös akciója nagy sikernek örvendett. A Mikulás csomag és a játékok mellett műsorral is készültek a gyerekeknek. Megszűnt a benzinár stop. Az intézkedést a késő esti kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával tartott sajtótájékoztatót, ahol elhangzott, az üzemanyaghiány és logisztikai probléma miatt a 480 forintos benzinár tovább nem tartható. Mostantól már csak piaci áron lehet benzinhez és gázolajhoz jutni. A kormányinfón elhangzott, a krízishelyzetre csak az import lehet a megoldás, azonban ez sem orvosolja egyik napról a másikra a gondokat. A holtankoljak.hu tulajdonosa szerint egészen januárig tapasztalható lesz egyes kutakon átmeneti készlethiány. Ünnepélyes keretek között jelképes formában kapták meg kulcsaikat új lakásukhoz azok a fiatalok, akik jelentkeztek az önkormányzat lakáspályázatán. A Király utcán található fiatalok házában így újabb 15 ingatlan talált gazdára. Az önkormányzat célja a programmal, hogy minél több fiatalt a városban tartson.
Mintegy 200 diák vonult ki a Szent Páli útra. Élő láncot alkotva álltak ki a tanárok mellett, és követeltek jobb oktatási körülményeket. Több miskolci iskolából érkeztek tanulók. A szervezők és résztvevők azért csatlakoztak az országos sztrájknaphoz, mert szerették volna felhívni a figyelmet az oktatás hiányosságaira, és arra, hogy a tanárok megalázó bérekért dolgoznak. Hivatalosan is átadták az Y-hidat és a hozzá tartozó turbókörforgalmat. A több mint 15 milliárd forintból megvalósult fejlesztés kivitelezése csaknem 2,5 évvel ezelőtt kezdődött. A cél az volt, hogy rugalmasabb és dugóktól mentes legyen a belvárosi közlekedés, emellett pedig, hogy Martinkertváros és Szirma, illetve a városközpont között gördülékenyebbé váljon a forgalom. A 30. kamion gördült ki a Vöröskereszt vasgyári telephelyéről. Ez már a 11. segélyszállítmány volt, amivel a megyei szervezet a kárpát-aljai ukránokat támogatta. Ezúttal egy csaknem 100 millió forint értékű Svédországból érkezett, egészségügyi felszereléseket tartalmazó szállítmánnyal telt meg a csomagtér. Jó ütemben halad a Miskolctapolcai Park rekonstrukciója. A csónakázó tavon már az iszaptalanítási munkák folynak. Az úgynevezett geotermikus parkban pedig megtörtént a közművek fejlesztése. Felszedték a burkolatokat, és már az új kandellábereket is kihelyezték. Az ősparkban kialakították a sétanyomvonalakat, és elkezdték kirakni az új utcabútorokat is. Az építkezést a tervek szerint márciusig befejezik. Új hagyomány született Miskolcon. Első alkalommal adták át a Miskolc köszöni vállalkozói díjakat, valamint a Miskolc köszöni nagydíjat és közönségdíjat a Városházán. Utóbbi versengésben a helyi mikrovállalkozások közül a szépségipar területén működőkre lehetett szavazni. Az önkormányzat továbbá elismerte azokat a cégeket, akik a nehézségek ellenére itt maradtak, és iparűzési adójukkal továbbra is Miskolcot erősítik. Fellobbant a szeretet lángja, és ezt megpecsételve 9 nyelven szólalt meg a csendesély vasárnap a Szent István téren. Advent fényei Miskolc polgármestere szerint a vízterhes háború sújtotta időkben még tisztában égnek, a közösség erejére és a békére hívják fel a figyelmet. Jó ideig nem lesz probléma a miskolci állategészségügyi telep gazdátlan állatainak ellátása. Soha nem látott sikert aratott az év utolsó előtti nyílt napja a menhelyen, ami egyben adománygyűjtő akció is volt. Csak a Városháza dolgozói 6 köbméternyi tápot és egyéb eszközt gyűjtöttek össze az állatoknak, ehhez jöttek hozzá a látogatók adományai, amik cipős dobozban névre szólóan érkeztek a telepi kutyákhoz és macskákhoz. Másfél év után újra birtokba vették a Szeder úti óvoda épületét a gyerekek és a pedagógusok. Az udvar több mint 400, az épület pedig 140 négyzetméterrel bővült. Új csoportszobát, tornaszobát és fejlesztőszobát is kaptak, valamint egy komoly energetikai korszerűsítésen is átesett az épület. A felújítás Európai Uniós forrásokból több mint 300 millió forintba került. 200 adag meleg ételt osztott ki a színvateraszon a megyei központi kórház és a Vöröskereszt. A rászorulók az ebéd mellé süteményt és teát is kaptak. A karácsony közelettével a segítségnyújtás nem egyedülálló. A Vöröskereszt minden nap segít valahol, valamilyen szervezettel közösen. Hajléktalanokat gondozó központjuk pedig az ünnepek alatt is végig nyitva tart. A fény erejét ünnepelték Miskolcon is. Az egységes magyarországi izraelita hitközség a hagyományoknak megfelelően meggyújtotta a hanukai lángot a centrum előtt. Kisebb háztartási balesetek, könnyebb sérüléssel járó közlekedési balesetek és fűtésből adódó kisebb tűzesetek fordultak elő az ünnepek alatt. Egy lyukóvölgyben történt szándékos gyújtogatást leszámítva, többnyire nyugodtan és rendkívüli események nélkül telt a karácsony Miskolcon. A mentők 168 feladatot láttak el, míg a rendőrség megyeszerte csak nem 100 személlyel szemben intézkedett. Karácsony napjaiban 13 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból. A rendőrség sem gyakran találkozik olyan mértékű brutalitással, amit a bódvalenkei gyilkosságnál tapasztaltak. Így jellemezte az esetet a megye bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese. A borsodi településen december 16-án történt emberölés. Egy 26 éves helyi férfi egy 74 éves asszony halálát okozta több késszúrással, amiért az nem adott pénzt neki.
Az elkövetőt december 23-án azonosították. A megrázó büntény részleteiről rendkívüli sajtótájékoztatón számoltak be. Petárdastoppot kérnek az állatvédők szilveszterre. Míg az embereknek a szórakozás része, addig az állatoknak rettegést okoz a hatalmas hanggal és fénnyel járó tűzijáték. A tapasztalatok szerint minden évben rengeteg állat szökik el ilyenkor. Van, amelyik soha nem kerül haza, de a menekülés akár balesettel is végződhet. Az állatvédők azt javasolják, hogy aki teheti, engedje be ilyenkor az állatokat, illetve nagyon fontos, hogy minden kutya csippel legyen ellátva. Szürke, ködös, nyírkos idővel köszönt be az év utolsó napja. A részletekről bővebben a hamarosan kezdődő időjárás jelentésben hallhatnak. Holnap heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Miskolc Mával jövőre is várjuk Önöket. Én műsorkészítő kollégáim nevében is köszönöm egész éves megtisztelő figyelmüket, sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok Önöknek, viszontlátásra!